A videójáték versenyzői az előző adásban mind a négyen együtt küzdöttek meg a pixelekért, már viszont egyesével kell, de mégis mindenki jelen lesz a játékban. Egy kvízjátékban kell majd részt venniük, ahol 10 kérdésre kell válaszolni, és az kap 2 pixelt, aki elsőként tud helyesen válaszolni, a második 1 darab pixelt kap, utána viszont még ha helyesen is válaszol valaki, már akkor sem jár érte pixel. Ezt követően pedig az előző játékban már megismert pixeles játékot ismételten játszaniuk kell, tehát valakit ma is meg kell szívassanak, lehet, hogy magukat. Egy dolgot azért még szeretnék tisztázni veletek, bizonyára feltűnt, hogy pulcsiban vagyunk, pedig a tél kellős közepe van. Ez azért van, hiszen a műsort már októberben elkezdtük felvenni, pontosan azért, hogy a játékosok ne tudják visszanézni az élő műsorból, hogy kinek hány pixele van. Igor, moja srce čorna more. Dobre, tak točno. Ja idu. Nos tehát, a táska elindult. Kezdődjön a 9. adás. Szervusz, Emma! Hello! Na hát, régen találkoztunk, most egy pár nap eltelt egyébként, ezt nem titkoljuk előletek sem az legutóbbi forgatás óta, amikor ugye a titokzatos nagy elhagyatott helyünkön forgattunk. Hogy érezted a legutóbbi nagy titkos projekt, ez hogyan sikerült? Hát bántam, hogy leszavaztak engem. egy kicsit bántam. Igazából amúgy azon kívül én jól éreztem magamat nagyon, és reméltem, hogy tudtam azért segíteni. Érdekes volt. Én csak ennyit mondok, szerintem mindenki látta, úgyhogy... Nem tudom, hogy mondd-e neked ez valamit, hogy nem szereztél pontot a legutóbbi adásban, de legalább mínusz pontot sem. Végül is. Mindenképpen úgy tippelnék, hogy így a középmezőnybe állhatok, tehát se leg felül, se leg alul, hanem így pont jó. Mit érzel egyébként, hanyadik vagy mondjuk most a sorban? Mivel négyen versenyzünk, én úgy gondolom, hogy ilyen... Ötödik. Kb. Nem, hát harmadik talán. Általában életszinten is, hogy mindig általában második vagyok, úgyhogy besasszolnék egy második helyet. Hát talán úgy a közepén valahol, nem tudom. Nem akarok mondani, se túl jót, se túl rossz. Én meg nem is mondok semmit, csak kíváncsi vagyok. Tudom, csak hát valahol a közepén szerintem. Mit gondolsz, melyik volt az a játék, ami a legrosszabbul sikerült neked az egész műsor alatt eddig? Az előző. Az előző? Hát amikor egy pontot sem szereztem, ja. az elég rossz. Jó, kris volt aki. Hát a repülőhajtogatás is dobálás. Persze, mert én nem tudok repülőt hajtogatni egyáltalán, ahogy a kedves nézők is láthatták. Talán a haláltorony, vagy mi volt a neve? Tudom, hogy ott is Halálos torony, ez volt a neve annak a játéknak. Fiú-lány, város. Országváros. Igen, az egy nagyon erős játék. Az jó voltam benne, tehát éreztem azt, hogy még ment is volna, de silálypontokat szereztem. Jó van, és mit gondolsz, volt-e olyan játék, amiben a legjobb voltál a csapatból? Nem hiszem, őszintén. Igen? Őszintén? Nem. Amire így nagyon visszatudok emlékezni, az talán még a legeslegelső volt, aminél úgy éreztem, hogy az úgy viszonylag jobban ment, mint a többi. Úgyhogy azt mondanám. Mikor a mesékét kellett leírni papírra, szerintem az sikerült a legjobban. Uh-huh. Az, amit a Zsoltival játszottam, a golyóra. Én is gondoltam, hogy arra fogsz gondolni. Hát az egy biztatási pohárom múltig ez az egész. Igen, 8 pontot szereztél. A mai játékban, kicsit most felkészítünk titeket, kicsit átalakul a történet. Ma tudom, hogy nagyon fogok neked hiányozni, de nem leszek itt veled a játék alatt. Most... Mit csinálsz? Két feladatod lesz ma. Egyrészt egy játékban kell részt venned, ami egy kvízjáték. Minden kérdésre néhány másodperced lesz, viszont ezek nagyon egyszerű kérdések. A nagy részüket valószínűleg tudni fogod, de nem ez a lényeg, hanem az idő. A másik három játékos is ugyanezt a 10 kérdést megkapja. Egy számítógép fogja felolvasni a kérdést, pontosan azért, hogy igazságosan legyen ez a pontozás. És minden alkalommal, aki a leggyorsabb 2 pixelt kap, aki a második 1 pixelt, a másik 2 pedig nem kap pontot. Jézusom! Sok sikert kívánok neked, én most itt hagylak, és ügyes legyél a mai játékban. El tudok búcsúzni. Menni fog. Nem bírom. Sok sikert és jó szórakozást. Köszönöm szépen. Hellóka. Melyik magyar YouTube csatorna rendelkezik a legtöbb feliratkozóval? Tancsó Péter. Ne! Hány napos a november hónap? 30. 30. Harminc.
Melyik nem főváros? Lisszabon, Róma, Barcelona. Lisszabon. Róma. Lisszabon. Ó, de hülye vagyok. Hát ma Barcelona. Hát Madrid. Ú, gyerekek. Ez nagyon csúnya volt. Ki volt az idei X-Faktor műsorvezetője? Molnára. Kis Ramona. Zöndézek tévét. Jaj. Kis Ramona. Az Kia. Nevezd meg három magyar youtubert. Szecsó, Dancsó, Pitelám. És Télagram, Szecsó. Nevezd meg három fesztivált. Sziget, volt Balatonszám, Sziget. Balatonszám. Ki a Facebook megalkotója? Mark Zuckerberg. Nevezd meg három énekes világsztárt. Bruno Mars, Justin Bieber, Justin Bieber. Ariana Grande. Nevezd meg három budapesti hidat. Lánci híd, Széchenyi híd, Szabadság híd. Erzsébet híd. Ez most nem sikerült. Ez a gáz. Túl gyorsan megy az egész. Sorolt fel teljes néven a videójáték összes versenyzőjét. Sárcsik Dominik, Nagy Emőke, Farkas Zsolt, Molnár Emma. Nem tudom. A játék véget ért. Most vedd elő az asztal aljában elhelyezett tárolódobozt, és nyisd fel szabadon választott két dugust. Vedd tudomásul a benne írtakat. Nyolcas az a szerencse szám, úgyhogy mindenféleképpen nyolcas. Egy van benne. Először felolvasom ezt, ugye, srácok, remélem. Válaszol akit, akitől levonunk három pixelt, nevezd meg és indokolt a döntéssel. Szóval azért fogom ezt a szemét mondani, mert hogyha jól emlékszem, Zsoltitól vontam le múltkor pontot, és Dominiknak pedig nagyon sok pont levonása volt, szóval úgy vagyok vele, hogy akkor most Emmától veszünk le, de amúgy nagyon szeretem az Emmát csak. Úgy gondolom, hogy azért ő elég erős játékos. Választanom kell valakit, akitől levonunk három pixelt, és meg kell indokolnom a döntésemet. Ez azért nagyon nehéz, mert attól fogok valószínűleg levonni, akit legutóbb is levontam, mégpedig amiatt, mert úgy gondolom, hogy ő a legerősebb mindegyikünk közül. Ez Dominik. Szeretlek, Dominik, ne haragudj! Ez egy semleges tubus, nincs hatással a játékodra. Hál' Istennek! Végre valami, ami nem hátráltatja a munkámat. Legalábbis remélem, hogy ez a tízes rés ugyanígy igaz lesz. Pancser, sajnáljuk, most vesztettél három pixelt. Csak én lehetek ilyen. Hát ezt nem hiszem el. Gratulálom, nyertél három pixelt. Zsír. Válasz valakit, akinek adunk két pixelt, nevezd meg és indokold a döntésed. Mivel múltkor Dominiknak nem adtam pontot, ezért most Dominiknak szeretnék két pixelt adni. Választanom kell valakit, akinek adunk két pixelt, és ez szintén Dominik lesz, hogy azért mégse legyek olyan bunkó. Mi? Válaszol, akitől levonunk három pixel, nevezd meg és indokolt a döntésed. Oké, akkor most nem tudom. Akkor most legyen Dominik, mert tőle nem mondtunk még a pontot, de nagyon sajnálom. Ez olyan gonosz. Ez nem igazságos. A mai adás első feladatában a kvízjátékban Zsolti aratta a babérokat. A kérdések felében ő volt a leggyorsabb, összesen 11 pixelt gyűjtött, míg Emma 10-et, Dominik 9-et, MC viszont mindössze 1-et tudott szerezni. A második feladatban a szerencsém múlott, ki milyen feladatot húz magának, legtöbben a pixel levonást húzták, MC-nek például mindkét feladata ugyanaz volt. Az összesített állás alapján ma Dominik szerezte a legtöbb pontot.
A következő adásban tovább fokozódik az izgalom, ugyanis a csapat ketté szakad és egy pánikszobába kerül, ahol párossával kell megküzdeniük az idővel, a gomolygó füsttel és a kőkemény feladatokkal. Tartsatok velünk pár nap múlva is! A mai adással elkészültél. Jó éjszakát!